A Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen úti óvodájában is elkezdődött a hagyományos óvodai élet. A részletekről Balajtiné Sütő Margit tagóvodavezetőt kérdeztük. Mint megtudtuk, hagyományos módon kezdődött a nevelési év. 31 új kisgyermek érkezett, akik ha igényelték, velük ott lehetett az édesanyjuk is. Szeptember elején hagyományos módon sikerült beindítanunk a nevelési évet, 31 kisgyermek érkezett, új kisgyermek érkezett óvodánkban. A beszokatás hagyományainkhoz híven, vagy anyás beszokatás, vagy voltak olyan gyermekek, akik bölcsödéből érkeztek, így ők ugye nem igényelték, hogy az anyukájuk itt legyen velük. Szép, tiszta, higiénikus környezetben fogadták a gyerekeket, folyamatos a fertőtlenítés is. Betartva a higiéniai utasításokat, ugye szép, tiszta, higiénikus környezetben fogadtuk a gyermekeinket, illetve most is folyamatosan a fertőtlenítő takarítások folynak az óvodánkban, és használjuk a kézfertőtlenítőt is. A hatalmas udvar lehetőséget biztosít a szabadtéri játékokra, foglalkozásokra is. A nagyok befogadták a kicsiket, segítik őket. A kicsiknek sokkal jobb a beszokatás, és sokkal hamarabb beszoknak, mint az, hogy egy zárt térben bent lenni, hiszen szabadabbnak érzik magukat egy-egy beszokatás ideje alatt, illetve felajánlunk különböző tevékenységeket a gyermekek számára, szétszórtabban, kisebb csoportokban tudnak játszani, tevékenykedni a gyermekek. Az országos játéknaphoz kapcsolódva népi gyermekjátékokat játszanak a gyerekekkel, voltak mozgásos szabályjátékok, és az Ügyeskedj a kerékpároddal intézményi programot is tagóvodai keretek között tartották meg. Nagyon örülünk, hogy a nagycsoportosok segítségünkre vannak, hiszen pátyolgatják, dédelgetik a kicsiket, illetve vannak testvérpárosunk. Vannak unokatestvérek, akik segítenek a beszokatásban, és vannak kis ovonénieink, mert ugye a lányoknál ez az anyai ösztön már ilyen kiskorban is megjelenik, és nagy segítségünkre van. És amit az előbb mondott, hogy a háttérben agyagoznak, illetve termésekkel játszanak, foglalkoznak a gyermekek, igen, ez a nap egy kicsit másabb, mint a többi, hiszen az országos játéknaphoz kapcsolódtunk a mai nappal, ahol népi gyermekjátékokat játszunk óvodásainkkal, majd a későbbiekben mozgásos szabályjátékokat is fogunk játszani, illetve a háttérben készülődünk az Ügyeskedj a kerékpároddal című intézményi programmal. Most erről azt kell tudni, hogy ez minden évben a 9 óvoda együtt rendezi meg. Most az adott helyzethez alkalmazkodunk, és mindegyik tagóvoda a saját óvodájában tartja meg, ugyanúgy, mintha közösen együtt lennénk és kerékpároznánk az egész intézményben a nagycsoportos gyerekekkel, úgyhogy nagy izgalommal készülődtünk a mai napra. A szülők tudomásul vették a szigorúbb higiéniai előírásokat, amit ők is betartanak. Nagyon örülök neki, hogy a szülői társaságunk teljes mértékben, közösségünk teljes mértékben megértette annak a fontosságát, hogy kevesen tartózkodjanak bent az óvodában. Nagyon örülök annak, hogy a szülők, ha látják, hogy az öltözőben többen vannak bent, akkor kint a folyosón, vagy az udvaron várakoznak, vagy olyat is tapasztaltam, hogy a szülő jelzi a gyermekének, a nagycsoportosnak, hogy itt van, és megvárja, míg a nagycsoportos felöltözik önállóan, és oda megy anyához, és úgy távoznak az óvodából. Valóban nagyon ügyelünk arra, hogy minél kevesebb személyes találkozás legyen. Ha netán azt tapasztaljuk, hogy egy gyermekhez több szülő érkezik, vagy többen jönnek, akkor megkérjük őket arra, hogy egy valaki lépjen be az óvodában, tehát maximálisan megpróbáljuk a jogszabályokat betartani. A nagy rendezvénytervek is elkészültek, és mindent meg fognak tartani, alkalmazkodva az akkor éppen aktuális előírásokhoz. Így a csipet csapatot az új gyermekek köszöntésék szülők nélkül tartják, de készítenek videót és fotót is a szülők részére. Mindig vannak terveink, újdonságaink. Az idén arra döntöttünk, hogy mindent meg fogjuk tartani, minden programunkat, minden rendezvényünket,
Hát sajnos most a Csipet csapat új gyermekek köszöntését azt a szülők nélkül fogjuk megtartani, de videófelvételt készül róla, ahol különböző internetes helyen a szülők meg fogják nézni, meg tudják nézni, hogy hogyan is lépett be az óvoda kapuján a gyermeke.